És a Föld Podcast! Is a Föld Podcast! Írek helyben azonnal! Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Simon Roberta vagyok a Kisalföldtől. Ezúttal két vendég is érkezett hozzánk a Győri Nemzeti Színházból. Méghozzá Urbán Szabó Fanni és Sikó Koppány, akik a Győri Nemzeti Színháznak a vendégművészei, és kifejezetten a Valahol Európában, mert most nagyon készülnek az utóbbi napokban. Üdvözöllek titeket itt, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük a meghívást. Köszönjük mi a helyzet most nálatok, hogy a mennyire sűrűek a napok, itt vagytok már a főpróba héten. Fanni, te azért elég nagy szerepet kaptál, de igazából mind a ketten szerintem egy kicsit kezdjük veled, hiszen már te is mindketten bemutatkoztatok a győri közönségnek, de ugye legutóbb velet találkozhattunk a dráma szalombanban. Igen, igen, nekem az volt az első találkozásom a győri közönséggel amikor felhívott Hegedűs Ildikó művészeti titkár. Én, én nem tudtam erről a hagyományról, nekem ez teljesen új volt, és meglepő, és úgy sodródtam bele, hogy ez nagy színpad, ez egy nap alatt, ez nem tudom, nem tudom, és etc., etc., és nagyon izgultunk, de, de nagyon érdekes érzés volt meg, hogy nagyon sokat tanultam magamról is, hogy hogy megtudtam, hogy lényegében egy 40 perces darabot összehoztunk egy nap próbával, úgyhogy még hogy művészi értéket is, és idegrendszert, érzelmeket is, és önmagunkat is folyamatosan pakoltuk bele ezen az intenzív egynapos próbán, vagy másfél napos próbán. Úgyhogy, plusz ugye a szöveget is megtanultuk egy nap alatt, amit a színész lakásban este, vagy hát az esti próba után lelkesen mondtam folyamatosan magamban, és büszke voltam igazából a csapatra, meg három csapatra, hogy ilyen színvonalon sikerült ezt véghez vinni igazából, és elképesztően sok pozitív visszajelzés jött a nézőktől, és nagyon megható élmény volt az egész. Úgyhogy örülök, hogy részese lehettem. Kicsit át is térünk Koppányra, aki viszont Jakabak szerepében láthatta a közönség. Milyen érzés volt? Azért ez egy, nem egy mindennapi darab. Maga a leírás, illetve a cím is, meg hát a karakterek nagyon elképesztőek voltak. Gondolom, jó volt azért Mozart Bencével ezen dolgozni. Igen, mi a Bencével nem először dolgoztunk együtt, és Gombos Péter úrtól származik ez az anyag. Nára kellett olvastunk legelőször, ezt a francia kortárs regényt, és nagyon boldog voltam, amikor a Bence felhívott, hogy kellene, kellene egy ember, aki a, aki a, címszerepet megcsinálja, mert már akkor is egy, egy nagy kedvenc volt, és, és szerintem egy, egy kiváló anyagot adaptált belőle a, a, a Bence, mi osztálytársak voltunk, és, és hát kifejezetten szeretem az ő munkamódszerét, nagyon türelmesen dolgozik, nagyon figyelmes a színészekre, jó hangulatban telnek a próbák, produktív alkotótásként tekint a, a vele dolgozó emberekre. És hát én alapvetően a szeretet alapú színházban hiszek, és, és hát ez meg is valósult abban a folyamatban. Szeretted egyébként ezt a szerepet, ezt a színdarabot? Igen, nagyon szerettem. Nagyon szerettem csinálni is, de természetesen, ahogy ez a legtöbb darabnál lenni szokott, talán. Gyerekdarabok tekintetében különösen, akkor ért el igazán a, a, a szívemhez teljes egészében, amikor megjött a gyerekközönség, és, és megjöttek a reakciók, és ezt a felnővés történetet így megoszthattuk velük közösen. Már egy pillanatra említettétek, hogy kaposvárazi a ti közös pontotok, illetve Budapest most pedig győr. Talán egy kicsit visszatekinthetnénk arra, hogy tényleg ti kaposváron miként működtetek egyáltalán, hogy hogy ott választottátok ezt az egész színészpályát, és mikor végeztetek? Két éve végeztünk a, a kaposvári egyetemen. Igazából... Hát, hogy most őszintén válaszoljak, és ne sallangokat mondjak. Ez úgy működik, hogy az ember, amikor leérettségizett, és úgy dönt, hogy akkor ő a színészettel szeretne foglalkozni, akkor megpróbál minden lehetőséget. Ez ugye, ez ugye az országban a Színművészeti Egyetem Budapesten, és a Kaposvári Egyetem Kaposváron. És... Szerintem mind a ketten ö, megpróbáltuk, mind a kettőt. Engem harmadjára vettek fel az egyetemre, Koppányt másodjára. Én például előtte ebben a két évben, amíg nem kerültem be az egyetemre, jártam a Pesti Magyar Színi Akadémiára, Pál András osztályába. Ott rettenetesen sokat tanultam, ö, és ez folytatódott szerencsére az egyetemen igazából. Én nagyon szerettem Kaposvárra járni, nagyon családias volt a légkörben, sőséges, és szerencsére nem volt az, hogy nagyon szétvitte a figyelmünket a, a város, úgymond, mert azért Budapest egy, egy elég zajos, és uh, sok, uh, sok, lehetőséget rejt magában, mondjuk az éjszakai élet, stb. stb. Nem mondom, hogy mi nem bulistunk. Na, nekem egy kicsit, hogy éjszakai élet. Hát, most mm. nem éltél Budapesten? Mm. De hát Kaposváron mi is, mi is csináltunk Mit csináltak Kaposváron? bulikat, iszogatásokat így az osztályat, de azért a, a műhely munka jellege, és ez a családias környezet, ez, ez nagyon megvolt. És én például nagyon szerettem az első évünket, főleg amikor, a bulik, amikor csak amikor ott a... voltunk. Fejezd már be! Nem, amikor tényleg ott voltunk, és, és, és te kisebb. Viccelek, viccelek, viccelek. Köszönjük szépen, Kopány! Nem, hát, hogy amikor tényleg nem jöttünk ki lényegében az egyetem épületéből, és nagyon sokat dolgoztunk, szerencsére. Az meg mindig jó. Kopánynál ez hogy alakult kicsit, akkor mennyire volt bulis ez, a, ez az egyetemi év? Nagyon. Nem tudom, hogy ez más osztályokban hogyan szokott zajlani. A mi osztályunkban Szerintem nem kell véka alá rejteni, hogy ebben, ebben voltak különbségek. Van, aki jobban szeretett brúzni, van, aki kevésbé, máshogy. Minden, mindenki máshogy élte meg szerintem ezt az öt évet. Azt hiszem, hogy azért éthelyzetekben volt egy, egy erőteljes összetartás az osztályban, minden konfliktus és minden nehézség ellenére. Én egy kicsit úgy éreztem magam mindig, aki, aki így- így középen vagyok ebben a történetben. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a legtöbb osztálytársammal, nagyon szeretem is őket. Egyetlen egy srác volt, aki, aki elhagyta az első év után a képzést, és ő is a mai napig nagyon jó barátom, ő azóta televíziósként, meg, meg televíziós műsorkészítőként végzett, és a jelenheti lapnál dolgozik már. És akkor most ezután ugye ti elkerültetek Budapestre. Hol játszottatok? Tehát most vége van mondjuk az egyetemnek, megszereztétek a végzettségeteket, de akkor ezután egyenes út vezet Budapestre, vagy tényleg így szabadúszóként merre? Hogyan talál meg titeket a munkahelyetán? Hogyan kerültetek ide Győrbe? Igazából Budapestre másodévesként kerültünk a Nemzeti Színházhoz gyakorlatra, ott az egész osztály, benne volt az ember tragédiájába, a mi osztályunk életébe már beköszöntött a COVID, és mi szanaszét mentünk úgymond a szakmán belül, de szerencsére mindenki színházhoz került, és szerintem a legjobb időpontban, mert az egyetemen nem tudtunk volna gyakorlati órákat csinálni. Az elméleti tantárgyak, meg minden zoomon, megtörtént nagyon tisztességesen, de szerencsére a gyakorlatunkat mi tudtuk úgy végezni, hogy kikerültünk színházakhoz, és a próba folyamatok meg tudtak történni. Tehát nem estünk ki a gyakorlatból, ami akkor egy hatalmas nagy szerencsének volt mondható. Úgyhogy úgy, hogy, úgy hogy igazából mi én is az osztálytársuk voltam, ez már talán kiderült, Bencének és Koppánynak, és amúgy Hiába mondogattad, hogy a buli így meg úgy, szerintem amúgy mi így, tehát hogy érdekes, hogy a sors hogy sodorja össze az embereket, mert szerintem úgy mi mindig nagyon hasonlóan gondolkodtunk Koppánya Bencével így az osztályon belül, és így magához a munka morálhoz nagyon hasonló volt a hozzáállásunk, és érdekes, hogy így összesodort minket most így győrben az élet, aminek nagyon örülök. És igen, szóval mi Nyíregyházára kerültünk, koppányjal a gyakorlatra, onnan pedig, hát majd te mondod, hogy hova. Én szabadúszóként dolgozom, mióta végeztem az egyetemen, ami, amitől én például rettegtem. Tehát, hogy amikor megkérdeztek minket az egyetemen, hogy, hogy ki hogy képzeli el, nem tudom, én, én nagyon vágytam arra, hogy én társulati tag legyek valahol, és én társulati létben éjek, már pedig azért is, mert én nagyon-nagyon családcentrikus vagyok, nem tudom, és én nekem a társulati léttel összeköthető egyfajta családi légkör, és én mindig is úgy, tehát abban a színház csinálásban hiszek, hogy ahol dolgozol, ott azért mégis egy, 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 egy közös családi, nem tudom, valami alakul ki. Ez egy kicsit ilyen szentimentálisan hangzott, de én tényleg, ahogy mondta a én is a szeretetben hiszek, ha színház csinálásról van szó. Úgyhogy én ettől rettegtem, hogy én szabadúszó leszek, de szerencsére a gondviselés mindig olyan helyekre ö, sodort, ahol, ahol nagyon jól éreztem magam. Én főleg most ott a tabányán dolgozom ö, ebben a két évben, és ö, ott is egy családra leltem, nagyon jó alkotó közösség van Tatabányán, és én nagyon-nagyon örülök, hogy ide jöhettem Győrbe, mert itt is ezt tapasztalom. Nagyon jó színészekkel találkozom, sokat tanulok tőlük, és meg hát nem utolsó sorban így a valahol kapcsán 30 négy darab gyerekkel, akiket egytől egyig imádok, és minden nap akkor a szeretet zuhatag jön az emberre, ha be megy próbálni, ami nagyon jó. Kobbány, tehát neked akkor hogyan alakult, úgy úgymond az egyetem után az életed? Megtaláltad-e a helyedet? Ugye itt már egy kicsit mesélt Fanni is róla, hogy együtt azért folytattátok ezt az utat. Igen, együtt folytattuk, és a két év nyíregyháza után én az Zente Ferenc színházba igazoltam Salgó és onnan járok vendégjátszani a Pécsi Nemzeti Színházba, ide a Győri Nemzeti Színházba és a Nemzeti Tánc Színházba. Hát akkor ez nagyon durva, tehát azért itt átszeled az egész országot, ez mennyire nehéz? Nagyon. Nagyon nehéz, rettenetesen fárasztó. Nagyon sok szépsége van, és, és ugye az előző mondatokkal éljek én is Fanny szájából, hogy nagyon sokat tanul belőle az ember. A kollégáktól is, az utazásból, az új környezetből, van, amikor nagyon jók a körülmények, van, amikor mostohák a körülmények, és az is érdekes, hogy ez ki hogy éli meg, hogyan manifestálódik a, a, az emberben a gondolatiságban egy adott szerep megformálásában aznap este, az, hogy az ember mit enged át a saját szűrőjén, mennyire engedi, hogy esetleg görcset okozzon az, hogy a körülmények éppen mondjuk, mondjuk esetleg nem adottak, vagy vagy nagyon is adottak, azt érzem, hogy én azt gondolom, hogy azért ezt egy ideig lehet csinálni, és egy ideig jó is, mert megedzi az embert, de természetesen az is búzok bennem, hogy egy idő után azért lehet, hogy érdemes lenne megállapodni. Nem egy eldöntött dolog bennem, vagy nem egy nyilván van egy nem rejtem véka alá, ennek van egy anyagi része is. Azért nem a tehát a mi szakmánk azért nem a legjobban fizetett szakma. Ezt ezzel ki lehet mondani. És és ahhoz, hogy az ember összerakjon egyfajta egzisztenciát, napi létezést, főleg, hogy esetleg albérlet van, és a többi, és a többi, akkor akkor bizony elég sok terhet az embernek a vállára kell venni, és így tudja összerakni az adott időszakot, vagy hát esetleg a, a tervezett jövőt. Szokták mondani, teher alatt nő a pálma. Szerintem most kaptok eleget ezen a héten, főleg itt a főpróba időszakban. Utolsó főpróba hét, valahol Európában. Mit jelent számotokra ez az előadás? Mert szerintem, hogyha a közönséget kérdezzük, akkor mindenki már hallott róla valamit. Igen, nagyon érdekes, hogy én amikor akadémista voltam a Pesti Magyarban, akkor, akkor én... én, én benne voltam egy valahol Európában van, mint, mint nép, úgymond, tehát statisztáltunk az osztályommal az előadásban, és már akkor így bennem volt, hogy hú, ezt a, ezt a a szerepet nagyon szívesen eljátszanám egyszer, és én hiszek a vonzás törvényében, és valahogy sikerült, hogy most, most eljátszhatom, és elénekelhetem. Ez egy nagyon fontos magyar előadás szerintem, és ez egy, és ez egy mindenkor igaz anyag sajnos nem sajnos, mert hát tudjuk mi folyik a világunkban. és szerintem erről kell beszélni, és ezt 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 úgy feldolgozni, hogy új új legyen és mindig igaz. Az, az, egy fontos dolog, hogy ezeket őrizzük, ezeket a, a ránk hagyott műveket. Ráadásul ez zeneileg szerintem egy remek mű, szerintem nem túlzok, hogyha ezt mondom, mert nagyon szép és zseniális dalok vannak benne, de hogyha az egész, egész összességét és a kompozíciót nézem, az, az is ezt támasztja alá. És ö, én nagyon örülök, hogy egy ilyen drámai főszerepet játszhatok, amiben van egy pikantéria, hogy, hogy most, amikor az első jelmezes próbánk volt, akkor bementem, és tényleg néztek a gyerekek, hogy ki ez az új fiú, aki bejött? És sőt, az egyik kis hat éves kislányom meg is kérdezte, hogy te miért vagy fiú Fanni? És akkor mondtam, hogy Hát, na igen, igen, ezt próbáljuk már egy hónapja, és hogy, ugye milyen izgi. Ja, hogy ő most értett, és hogy ó, azt a mindenit, és hogy ez, ez, ez azért nagyon szép volt, és hát ez egy plusz izgalom az egészben, meg hát nagyon szép és nagyon jó dalok vannak benne, nem, nem kevés közlési szándékkal és vágyjal és lehetőséggel. Kopály, neked volt egyébként korábban találkozásod ezzel az előadással? Nem. Én mármint, hogyha arra vagy kíváncsi, hogy játszottam -e esetleg ezt az előadást korábban. Kettős vagy... a kérdés. Igen, nem, nem, játszottam korábban. Természetesen előadást láttam a valahol Európábanból, és a korábbi időszakomban egyébként nem gondoltam volna, hogy valaha el fogom játszani ezt a szerepet, viszont rettenetesen boldog vagyok, hogy most itt állhatok a gyerekekkel. Egyrészt nagyon jó végignézni a folyamatot, hogy hogy e, e, az ő korukban hogy, hogyan zajlik az, hogy a színházvilága kibomlik előttük. Ugye van, aki még soha nem állt színpadon. És e, az a töltet, amit adnak, ez az egész folyamat, a zenei anyag e, emeli az embernek a lelkét. És itt megint a szeretetet lehet igazából ide visszahozni, és egyébként én abban is hiszek, hogy a, néha szükség van arra, hogy kimondjuk a közhelyeket, mert, 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 igen igenis így, így vagyunk beállítva, hogy, hogy néha kellenek azok az egyszerű tételmondatok, mint például, ami ebben a darabban is elhangzik, hogy nem szabad félni. A Miller mondja az ármány és szerelemben, amit szintén megy a színházba, hogy és a teljesség igénye nélkül, hogy a szeretetben nem érhet el a bűn. A másik a Lady Mirror pedig azt mondja, hogy mások tönkretevése is boldogság. És hát nagyon sokszor az a, az a vá ez a válaszunk szerintem arra, hogy miért történik a, a, az egyetemes ö, valóságunkban annyi háború, annyi tragédia, annyi vezető általi ö, vérontás, ami, ami azt eredményezi, hogy a felnőttek világán keresztül elállatiasodik a gyerekkor, elveszik az a fajta tisztaság, fény, gyermeklélek, ami, ami a jövő. És, és azt hiszem, hogy, hogy az egész arra szeretnénk üzenni, talán beszélhetek az egész csapatnak a nevében, hogy, hogy nem szabad félni, és igenis meg kell tartani a bennünkre élő gyermeket, a bennünkre élő fényt. Kicsit így át is kapcsolnám arra, hogy nagyon meghatározó előadás, nagyon meghatározó mondani valóval. Kihívás egyébként, szerinted színészként ezeket az érzelmeket, üzeneteket átadni egy olyan közönségnek, aki mondjuk titeket még annyira nem is ismer? Abszolút azt gondolom, hogy igen. Még pedig. Mégpedig azért is, mert, mert mindenkinek van egy prekoncepciója szerintem ezzel a darabbal kapcsolatban. Szerintem ránk alapvetően jellemző, hogy mi szeretünk nosztalgiázni, szeretjük a nosztalgia darabokat, szeretjük azokat az élményeket, amik, amik egyfajta közös múltra ö, ö, tekintenek vissza, és ez a merítés az, ami, ami szerintem alapvetően a színházba járó közönségnek az egyik alapkövét képezi, hiszen újra és újra előveszünk olyan sláger darabokat, hogyha lehet így hívni, mint valahol Európában. És a sláger lehet, hogy nem a legjobb szó abban a tekintetben, hogy azért ez egy elég szomorú történet. De, de, de ezek a fajta prekoncepciók, ezek igenis leküzdendőek. már, már csak abban az értelemben is, hogy, hogy nem nekünk talán nem szabad hagyni, hogy ez megbékjózzon minket, vagy hogy görcsöt okozzon. Mert hiszen nekünk magunkból kell táplálkozni, a, a társainkból, abból a, a, abból az adott helyzetből és, és, és világból, amit az alkotók és a, és a, és a társak megteremtettek a folyamatban. Másrészt pedig olyan a prózai anyag, egy olyan történetet kell elmesélnünk, ami rettenetesen nehéz idegrendszeri szinten, a világát tekintve. A fájdalmát tekintve úgy, hogy közben meglegyen az emelkedettsége, meglegyen a szépsége, és el legyenek énekelve a dalok. És ebből szerintem ez a kihívás egyébként minden műzikelben, hogy egyik ne menjen a másik kárára, és a másik ne menjen az egyiknek a kárára. Hogy ez az egész, ez az egész organikusan kezdjen el működni, legyenek valódi szituációk, és közben szólaljanak meg a dalok. Kicsit át is térnék győrre, mivel hogy most itt vagytok, átköltöztettétek szerintem úgymond a bázisotokat egy kicsit győrbe, hogy milyen itt a város, milyen itt az élet, hogy érzitek magatokat, hozzászoktatok-e már a sajátosságaihoz? Mások szerintem albérletben ennyit cuccot nem visznek, mint amennyit sikerült elhoznunk a cuccorra. Hogy elrontottam nem. sajnos, igen. Ez igen. az én hibám. Nő vagyok, és ahova megyek, én otthont akarok teremteni. És amúgy ez nagyon szép, mert hogy lényegében Éva is szerintem valahol Európában van, szóval annyira benne van ez az őserő, vagy ahova megy, akkor ott otthon teremt, hogy a gyerekek jól érezzék magunkat. Mi így érkeztünk mi szerintem, amikor kipakoltuk a cucainkat, akkor senki nem hitt el, hogy mi most miért jövünk ide ennyi dobozzal, meg bőrön, de meg nem tudom. Haza úgy megyünk, hogy csinálunk előtte egy lomtalanítást. <laughs> Mert hogy még festmény is van a falon, csak mondom. De hát muszáj, hát. Igen, én, én nagyon szeretem ezt a várost, elképesztően kedvesek az emberek, úgyhogy nem tudom, kik fogják hallgatni a podcastet, de hogy bemegyek egy Aldiba, bemegyek a Spárba, bemegyek a Rosszmanba, nem tehát, hogy tényleg bemegyek üzletekbe, és annyira kedves mindenki, és ez annyira jó élmény, meg érzés, hogy azt, azt mondják, hogy További szép nap volt, mosolyognak, szóval én nekem nagyon pozitív volt a, az első találkozásom így Győrrel. Meg hát gyönyörű a város, rettenetesen sok lehetőséget hordoz magában, amit sajnálok, hogy még nem tudtunk mindent felfedezni, mert hogy amikor itt vagyunk, akkor mi azért dolgozunk ezerrel, hogy december 15-ére -15 ez, a, ez a darab elkészüljön, és jó legyen, és mindenki szeresse. Ö, úgyhogy, úgyhogy, ideig pozitív, csak még, még fedeznénk fel szívesen belőle. Úgyhogy lehet majd, majd lesz alkalmunk, ha még maradunk. Erre jártatok eddig kicsit, Mond, mesélj erről. Voltunk egy hajó hajóétteremben, aminek nem tudom a nevét. Igen, mert Kopány itt ünnepelte a születésnapját, és akkor utána néztem, és én, tényleg hát. voltunk egy hajó étteremben, de én se tudom a nevét, nagyon jó volt. Szóval itt ünnepelted, ráadásul még a szülinapodat is, és milyen volt itt az itteni buli, a győri buli? Hát nem buli. Száraz november tartottam, és a november 30-án van, ezért ez kimaradt, mert mint a buli rész. Szörnyű. Persze Fannyval minden perc buli, úgyhogy igazából... És, és ezt a, szó legvastagabb, legkiterjeszthetőbb értelmében. De, 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 de értem. Pont. Köszönöm, veled is minden perc buli eddig tényleg a hallgatók nem jöttek volna rá, hogy ti egy pár vagytok, akkor most, most már leleplezhetjük ezt a dolgot. <coughs> hogy rá is térnek erre a kérdésre, hát ti hogy jöttetek össze? tudjuk a színházvilág mindenki, sok mindenkit összehoz, de hát azért titeket is sikerült. Garantálni tudom, hogy ennek a részletei olyanok, amik nem alkalmasak egy podcast. <hállt <hállt> Na jó. <hállt> és valami kis romantikus szóval, ö, mi három éve vagyunk együtt, ö, igazából <hállt> Mi amúgy osztálytársak voltunk az egyetemen, nem kedveltük egymást, aztán egyszer csak rájöttük, rájöttünk, hogy amikor megismertük egymást tüzetesebben, hogy milyen értékek is vannak a másikban, és hogy jól érezzük magunkat egymás társaságában, és hát összesodort az élet. Igen, úgyhogy, de ez, ez is izgalmas, hogy most az első olyan darab, amiben úgymond, hát nem pár, párt alakítottunk, de partnerei voltunk egymásnak bizonyos szinten. Az a Lír király volt egy vizsgánk, amit Mozart Bence rendezett nekünk az egyetemen, és ő nagyon büszke is rá, hogy igen, még nem voltatok együtt, de hát összeosztottalak titeket, hát jól mutattatok, biztos, egyesek, erre büszke, hogy, hogy ezt ő már akkor így tudatalat kiszúrta, lehet, és igazából mi most vagyunk így színházi körülmények között először egymás partnerei színpadon, ami, ami szerintem nagyon izgalmas, így... Mindenféle szempontból, hogy úgy nyúlni a, az ember, tehát amikor a, a duettünk van, úgy nyúlni a másik arcához, mintha először történne meg. De közben meg annyira ismerjük egymás rezdüléseit, meg már egymás lélegzetvételét is, hogy tudjuk, hogy mikor, mikor ki mit gondol, így egy próba alkalmával, meg hogy ha feldob egy ötletet, akkor én azonnal tudok rá reagálni, mert valahogy így nyilván a rezgéseink jobban össze vannak állva ez alatt azt érti, hogy én pontosan látom, amikor egymás szemébe nézünk, és ő éppen egy médium sztékre gondol. <laughs> ez nem igaz. Miért mondod? Vagy egy szaftos csülökre. <gül> 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 De most ne csináld, mert most úgy állítasz be, mint aki nem figyel rád. Amikor színpadon vagyunk, de hát tudod, hogy hogy próbálok. Természetesen viccelek. Csak már a próba alatt is megkaptam, hogy elárultam azt a titkát, hogy... ne! Itt... Ezt nem hiszem! Ezt nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem, de most most komolyan! Imádja a csirkecsontot elrofogtatni. De nem, ez így van. A nagypapámtól, amikor kislány voltam, akkor nálunk mindig a rántott csirkecom volt a vasárnapi ebéd. És a nagypapám azt tanította nekem, hogy miután megeszed a <laughs> hát, ha van benne velő. Igen, szét kell, kell rágni a csontot, és akkor így kivaszívogatni belőle. Én ezt tanultam a nagypapámtól, és most ezzel haknizik a, 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 a színész büfébe. <laughs> Na jó, ez, ez már vághatatlan verziója lesz ennek a podcastnek. Miért teszed ezt ilyen nehézé? <laughs> Nem baj, teljesen elvesztettük a fonalat. Szóval ja, akkor vegyük fel, hol tartottunk. Milyen tényleg a közös munka, hogy bírjátok? Mennyire lehet a magánéletet, meg egyáltalán a színészi életet, a színpadi szereplést összeegyeztetni? Ez szerintem nagyon nagyban függ attól, hogy éppen az adott életszakaszban milyenek a körülmények. Mennyi munkája van a két embernek, a figyelem az milyen szinten aprózódik szét. Ugye nyilván ezzel egyenesen arányosan nő az embernek esetleg a türelmetlensége, vagy a, vagy a befektetendő energia arra, hogy, 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 hogy türelmes tudjon maradni, úgy tudjon viszonyulni a másikhoz, hogy, hogy az, az produktív legyen. Én, én azt gondolom, hogy azért mind a ketten igyekszünk figyelni arra, hogy a lehetőség szerint a, az adott körülményekhez képest a legjobb ütemben tempóban és vérmérséklettel működjön a, az adott folyamat. Ezek szerint akkor működik is, hiszen ahogy elmondtátok, azért külön utakon jártatok, színészet terén. Abszolút össze lehet egyeztetni. Ez igazából akarás kérdése, hogy, hogy mit, mennyi energiát fektetünk bele egy pár kapcsolatban, de nyilván ez, ebben mindenkinek van tapasztalata. Úgyhogy... De az biztos, hogy, hogy most ez egy ilyen extra figyelem, hogy nekem a párom, a partnerem, és hogy, hogy, nem csak az a lényeg, hogy amúgy sem, mert szerintem a ez csapat csapatmunka, de nem csak arra kell figyelni, hogy most az én dolgom, az én dolgom mit merre hány méter, hanem ott van mellettem a szerelmem, aki, a, akinek akarom, hogy sikere legyen, sikerélménye legyen, ö, és jól érezze magát ebben az előadásban és ebben a próba folyamatban. Úgyhogy, úgyhogy, igen, ez egy összetett dolog, de és, és, és izgalmas és érdekes tapasztalás. És hát említhettétek, hogy cuki, kicsi gyerekekkel dolgoztok -e együttük. még szóltak, amikor kiderült, hogy azért itt tényleg egy szerelmes pár vagytok? Ne! Tényleg! Komolyan? Ú, tudtam, hogy van valami. Körülbelül így, 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 így ez és ennek a a változatai voltak. De és akkor elindult a, a flegyka, de ez múlt héten. Tehát, hogy mi, mi szerintem szépen tartottuk azért, tehát, hogy nyilván gyerekek előtt, meg amúgy is színház, tehát, hogy ha bent vagy a munkahelyeden, akkor nem vagy egymás szájában folyamatosan. És... És, és, el, és így elindult ez a plegyka, hogy a Fanni, a Fanni meg a kopány együtt vannak, a Fanni meg a de még a színészek is rákérdeztek, ma, ma is például a Vince Gábor Péter megkérdezte, hogy ti együtt vagytok, és akkor mondtuk, hogy igen, haszta, de örülök neked. Aztán hosszasan megölelt, és nem tudtam megrendelni a rántott húsos szendvicset a Fanninak, hogy tudjon enni a podcast előtt. Ennyire örült nekünk. <gül> <gül> de nagyon. És, és aztán bementem a büfébe, és büfébe is megszólít, hogy Fanni, ti együtt vagytok a kopányal három éve. Szóval ez így, így, így el, elterjedt, el így a bemutatóig, de a gyerekek elképesztően is ezek a kérdések, hogy Fanny, kopány és te tényleg barátok vagytok? És azon annyira aranyosak, meg lehet őket zavarni. Igen, a... mert mi van? így, hogy fiút játszol, így bajszod lett. <laughs> Na, mi, mi ragadt rám, szősz? <laughs> <laughs> jó, hogy a podcastban nem látszik. <gül> <gül> Igen, úgyhogy amúgy én egy bajszos lány vagyok. <laughs> Tudna. Most már mindenki meg tudta. Mert ez nem tudom, hogy róla már le valamit, vagy inkább rólad. A bajszos lányhoz vonzott. Nem, amúgy nincs bajszom. De még lehet. De még lehet, abszolút. Szóval akkor együtt láthatunk egy színpadon végre titeket, itt Győrben, ugye pénteken premiér, akkor izgatottan várjuk. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk, és egy ilyen jó kis izgi, mókás, vicces és jókedvű beszélgetésen vagyunk túl, úgyhogy várlak vissza titeket, és hát remélem, hogy még azért Győrben is pár láthatunk titeket a színpadon. Köszönjük! Köszönjük. Kis a Föld Podcast. Hírek helyben, azonnal!